Megtört a jég. A 9. fordulóig kellett várni arra, hogy győztes mérkőzés után ünnepelhessenek a nyíregyházi tekézők. A bajnokságban már két sikert jegyző Vasasszonyfa ellen többen is kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Szlovenszky Tibor 607, Finta Zoltán pedig 602 fáig jutott. A csapat pedig egy fával átlépte a minden meccsen megcélzott 3400-as határt, így 7-1-es hazai győzelemmel zárult a találkozó. Szlovenszky Tibor nagyon megverte az ellenfelét, míg mellette a Mogyorósi Péter sajnos kikapott. Azonban a középső sorban a Hakker Dezső Szegő Levente párosunk magabiztosan begyűjtötte a fontos csapatpontot, és már ekkor látszódott, hogy sikerült megtörni ezt a vendégcsapatot. A záró sorban viszont a Kastora Zsoltnak és Jómagamnak be kellett fejezni mindenképpen egy jó szettarányt szem előtt tartva ezt a mérkőzést. Azt lehet mondani, hogy az már csak le kellett játszani, az sima mérkőzés volt. Hát mindenképpen jól esett, megmondom őszintén, mert már nagyon vártuk, ugyanis 8 vereség után már nagyon kellett a győzelem. A nyíregyháziak szombaton ahhoz a Ferencvároshoz látogatnak, amelyel az elmúlt években rendre nagyon szoros meccseket játszottak. Most is egy nyílcsisakos mérkőzésre van kilátásunk. Jó a hangulat most már nálunk, úgyhogy nincs teljes mértékben az a győzelmi kényszer, hál' Istennek, és most már talán azt lehet mondani, hogy több játékosunk is jobban bízik a saját eredményében. Hozzáteszem, hogy a Ferencváros csapata tavalyhoz képest egy picikét gyengült, a Farkas Sándor elment Zalaegerszegre, de helyette jött a bíró Patrik Szolnokról oda hozzájuk, úgyhogy közel azonos játékerőt képviselnek. Nagyon bízom benne, hogy egy jó iratkozással, egy döntetlenre mindenképpen jók leszünk majd a Ferencváros otthonában. A Szuperliga tabelláját 9 forduló után a 100%-os Szeged vezeti, az egyaránt egyvereséggel álló Répcel a két Zalaegerszeg előtt. A nyíregyházi Tekeklub egy győzelemmel és 8 vereséggel az utolsó helyen áll a 12 csapatot számláló mezőnyben.